Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemec rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én ő benne, az bőtermést hoz. Mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Hogyan éljünk közösségben? Mit jelent számunkra Jézussal egységben maradni, vele közösségben élni? Krisztus nagyon találó képet hozott a természetből, hogy megértsük, hogyan működik a kegyelmi élet, a természet feletti életünk. Nézzük meg a szőlőtő és a szőlőveszők kapcsolatát. Az ember mi mindent képes tanulni a természet világából? Mire tanít minket Isten igéje? Többek között arra, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztussal együtt, nem Krisztus nélkül. Illetve azokkal is együtt, akik mind-mind Krisztuséi. A keresztény élet Krisztusi élet, és egyben közösségi élet. Mit mondott erről Jézus? Jézus többek között azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ezt a képet mindenki megértheti. Hogyan fordítsuk le ezt a képet magyar nyelvre? Ez a közösség szerves, elválaszthatatlan és élő. A hit ugyanígy működik. Nem a vallásosság látszatát jelenti, hanem élő hitet, személyes kapcsolatot jelent. Lelki köldög zsinórez, a biológiai szimbiózis hasonlatával is szemléltethetjük. Az Istenről lekapcsolódott vagy leválasztott vallásosság üres és halott, mintha pillanatragasztóval akarnánk a szőlőveszőt a szőlőtőhöz rögzíteni, mely azonban soha nem lesz élő, gyümölcsöt biztosan nem terem. Szent Pál Apostol egy másik képpel fejezi ki ennek a titkát. Az egyház Krisztus titokzatos teste, amely testnek a feje maga Jézus Krisztus, és mi ennek mind tagjai vagyunk. Szent Péter Apostol pedig úgy buzdít bennünket, hogy mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá. A kötőanyag ennél az épület fajtánál a szeretet. Ez kihagyhatatlan ebből a lelki templomból. Különben ugyanaz történne, mintha homokra építettünk volna. Egy közepes vihar is könnyedén lerombolná az egészet. Azt szoktuk mondani, hogy egy fecske nem csinál nyarat, egy kőből pedig nem lehet házat építeni, de sok kő szanaszét heverve még ugyancsak nem ház. Krisztus az alapkő, a szegletkő, és hozzá kapcsolódva válunk épületté. Azt mondja a szentírás, hogy a hívők mind összetartoznak, mert Krisztuson keresztül kapcsolódnak egymáshoz. És ha nem kapcsolódnak, akkor valamelyik nincs ott Krisztusban. Ez fontos reflexiós pont a spirituális életben, mikor vagyok Krisztusban, és mikor nem vagyok már benne. Az egységet és a közösséget Jézusban kell megtalálni. A róla leválasztott egységkeresés csak vallási udvariaskodás marad. Miért ilyen fontos a Krisztusban hívők egysége, közössége? Jézus sokat tanított erről, többek között a főpapi imájában, amikor úgy imádkozik, hogy atyám azt akarom, hogy legyenek minnyájan egy. Azért ilyen fontos, mert egyedül nem megy, egyedül nem lehet. Még a civil profán világunk is úgy működik, hogy nagy szükségünk van egymásra, szükségünk van a másikra. A pékre, a buszsofőrre, az orvosra, és még nagyon hosszan folytathatnánk a sort. A hit kérdésében Jézusnak van maximális prioritása, mert ebben ő a leginkább kompetens. Isten fiaként emberi alakban megjelenve tanítja meg, mutatja meg, hogy mit jelent hinni élő, felnőtt módon. Azért is fontos még a közösség, mert Jézus először a vele megélt közösségre hív, de utána elküld, hogy másokat is hívjunk hozzá. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az élet törvénye a növekedés törvénye. Ha egy növény nem növekszik, akkor meghal ha a hitben fejlődünk, akkor ez kihat a környezetünkre is, mert megérzik életünkben a titkot, a természet felettit, és erre rákérdeznek az emberek. Azért is fontos a közösség, mert ehhez az életstílushoz fűződnek az igazi isteni ígéretek. A Máti Evangélium 18. fejezetében Jézus ezeket mondja, bizony mondom nektek, ha a földön ketten egyetértésben kértek valamit, bármi legyen is az, megkapjátok atyámtól, aki a mennyekben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. A Márk evangélium hatodik fejezetében pedig, aztán magához hívta Jézus a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével elküldeni, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett. Azért fontos továbbá a közösségi szellem, mert a hívők közössége hiteles tanúságtétel a világ előtt. Ez volt az ősegyházban az egyik legnagyobb jel, amely a pogány világ csodálatát is kivívta. Nézzétek, mennyire szeretik egymást! Órákig lehetne beszélni arról, hogy miért fontos a közösség, de rá kell kérdeznünk egy nagyon is kényes és fájó tapasztalat okára miért nem megy ez nekünk, illetve miért megy ez olyan nehezen nekünk. A legelső akadály az ego, a jó öreg emberi ego, a mindig csak az én. Azt hiszem, hogy a farizeusok sarkalatos bűne éppen ez volt. Egy jezsuita atya szavaival élve, az önzés az ősagy programja szerinti életet takarja. Talán szégyeljük Krisztust? Ezt a kérdést is föl kell tenni. Az elméleti válasz nyilván az, hogy nem. De mi a gyakorlati válasz? A muzulmán hívek nem félnek az utcán imádkozni, mi meg nem merünk a vendéglőben étkezés előtt és után hálát adni az Istennek azért, hogy táplál bennünket. Mert nem akarjuk önmagunkat megtagadni a másik érdekében, ez is megnehezíti a közösségi életet. Ehhez a mondathoz csak egyet fűzhetünk hozzá, no comment. Tegyünk föl még egy fontos kérdést. Mi kell a közösséghez? Elsősorban alázat. Az alázat azt jelenti, hogy ráébredek arra, hogy szükségem van a testvéremre, és neki is én rám. Szeretet is szükséges hozzá, és most ne csak a habarcsra gondoljunk, hanem arra, hogy a szeretet szolgál. Úgy, mint Jézus, nem csak várni kell valamit a közösségtől, hanem tenni is kell valamit a közösségért. Én hol szolgálok? Hol tudnám szolgálni a Krisztusi közösséget? És az egyik legfontosabb a megbocsátás képessége. Ez egyaránt fontos a házasságban, a családban, a munkahelyen, az egyházban, az egyházközségben, az egész életben. A szeretet kapcsolataink sérülékenyek, de Jézus megtanítja gyógyítani a sebeinket. Talán soknak tűnik ez a sok gondolat egyszerre, egy biztos, ha rátalálok a feltámadt Krisztusra, akkor találkozni fogok azokkal is, akik vele tartanak. Amen.